Köszöntöm Önöket, a Budai Magazint látják. A depresszió évente közel 700 ezer embert érint Magyarországon, világszerte pedig a tartós munkaképesség csökkenés ötödét mentális zavarok okozzák a WHO adatai alapján. De hová lehet segítségért fordulni, és milyen emberi jogok illetik a pszichés betegségben szenvedőket a kezelés során, valamint miért küzd az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány? Erről beszélgetünk mai adásunkban vendégemmel, Dobos Jánossal, az alapítvány elnökével. Üdvözlöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Mielőtt belemennénk az önök tevékenységének részleteibe, kik tartoznak egyébként pszichiátriai betegek csoportjába? Hozzá kell tennem azért ehhez a kérdéshez, hogy ugye mi emberjogi szempontból vizsgáljuk ezt a területet, nem annyira szakmai szempontból, de hát a tapasztalata az ugye, hogy ebbe a körbe sorolnak szinte bárkit, akinek úgymond a normálistól eltérő egyrészt a gondolkodása, a viselkedése, vagy valami olyan nehézséggel küzd az életben, amit klasszikusan ugye a lelki dolgok közé szoktak venni, és hát ezekre ugyan föl vannak állítva diagnosztikai kategóriák, de az igazság az, hogy ezek nagyon sokszor nagyon rugalmas kategóriák, tehát nem igazán van határvonal. Ugye klasszikusan azt szoktuk mondani, hogy nincs éles határ az épp elmélyű meg az őrült között, és ez ezekre a dolgokra is igaz. Vannak manapság diagnosztikai kategóriák, hogy depressziós, vagy skizofrén, vagy bipoláris, vagy hasonló, de ezeknek nincsenek igazán jól lehatárolt körvonalai, és emiatt hát nagyon sok támadás is éri ezeket a diagnosztikai kategóriákat, orvosi körökben is egyébként. Az ő kezelésük hogyan működik itthon, hazánkban? Ugyanúgy, mint bármely más ország pszichiátriáján, hiszen a pszichiátria egyfajta nemzetközi szervezetként működik, ugye nemzetközileg elfogadott kezelési protokolloktól, amiktől nem nagyon lehet eltérni. És ezeknek a kezeléseknek a döntő többsége, ez gyakorlatilag olyan pszichiátriai szereknek az alkalmazásából áll, azt kell mondjam 90%-ban saját tapasztalataink alapján, amik valójában azt kell, hogy mondjam, és ugye én tényleg a saját tapasztalatainkra tudok hivatkozni, amikor erről beszélek, igazából arra alkalmasak ezek a szerek, hogy a pácienseknek a kellemetlen mentális tüneteit kémiailag elfedjék, elnyomják. Ezek a szerek tapasztalatunk szerint igazából nem jelentenek valódi gyógyulást ezeknek az embereknek, ami egyébként nagyon sokszor azoknak az emberjogi problémáknak forrása is, amikkel mi foglalkozunk az alapítvány működése során. Mielőtt rátérnénk az alapítvány konkrét tevékenységeire, ön személy szerint akár milyen terápiákban látná a megoldást? Messzire vezető kérdés, ez önmagában megérne egy műsort. Hiszen, hogyha az ember azt mondja, hogy hát ezek a mai pszichiátriai kezelések igazából csak a tüneteket fedik el kémiai anyagokkal, akkor mégis mit lehetne helyette csinálni? És az az igazság, hogy ennek azért utána nézegettünk, és bizony volt több olyan kezdeményezés már a világban, ahol olyan módszerekkel, olyan eszközökkel kezdtek pszichés problémákkal küzdő emberekkel foglalkozni, ami mellőzte a tudatmódosítószerek használatát, mellőzte a kényszerítést, a lekötözést, amik annyira gyakoriak és annyira tipikusak manapság sajnos a pszichiátriában, és olyan emberi eszközökkel, emberi törődéssel, kommunikációval és egyéb módszerekkel kezelték ezeket az embereket, ami hosszabb távon sokkal célravezetőbbnek tűnt, mint az a gyors módszer, amiket manapság használnak ugye arra, hogy hát valahogy próbálják helyre pofozni ezeket az embereket. Van ennek alternatívája, csak egy picit dolgozni kéne ezen, hogy jobban teret nyerjenek. Néhány példát tudnál mondani esetleg? Igen, volt például az Egyesült Államokban a 70-es években egy Szotéria projekt nevű, vagy projekt nevű kezdeményezés, amit egy pszichiáter indított, egy akkor nagyon komoly pozícióban lévő pszichiáter, és kifejezetten ők arra helyezték a hangsúlyt, hogy törődjenek azokkal, akik ilyen mentális krízisben vannak, hogy beszélgessenek, kommunikáljanak velük, meghallgassák a nyűgüket, kifejezetten pszichiátriai szerek használata nélkül végezték ezt. Utána lehet nézni jobban a részleteinek, hogy pontosan hogyan ment ez, és nagyon-nagyon jó eredményeik voltak. Olaszországban emlékszem, volt egy orvos, ő talán a 70-es évek környéke, 70-es, 80-as években dolgozott, ahol egy olyan elmeintézetet vett át az irányítását, ahol kifejezetten azok az emberek voltak, akikről mindenki lemondott, a veszélyesek, akikkel hát senki oda sem mer menni, akik le vannak kötözve. Gyakorlatilag ezek az ottani betegek a napjuk legnagyobb részét az ágyhoz kötözve töltötték. Sokukra szájmaszkot tettek, hogy ne harapják meg a személyzetet. És velük kezdett foglalkozni ez az orvos, megint csak
a páciensekre odafigyelve, meghallgatta őket, hogy mi bajuk van. Általában azt hallgatta meg, hogy mennyi szerencsétlensége mentek keresztül ott az intézetben, meg mennyi kínzásban volt részük. És aztán lassacskán felszabadította a kötelékeiket, programokat szervezett nekik, elfoglaltságokat adott nekik, meg ilyesmik, és nagyon-nagyon jó eredményeik lettek, sok embert haza tudtak engedni, tehát ténylegesen meggyógyult és hazamehettek, miután megtanították őket, hogy hogyan viseljen gondot saját magára, amit gyakorlatilag az intézetben eltöltött évtizedek után igazából már elfelejtettek. Ön egyébként mit lát, vagy mit tapasztal, vagy mit szeretne látni, hogy az orvostudomány hogyan fejlődik ezen a területen? Esetleg nálunk is be lesznek-e vezetve hasonló humánusabb programok, terápiák, vagy még azért mindig van mit tanulnunk? Én őszintén bízom benne, hogy igen, és mi magunk is, bár mi emberjogi szervezet vagyunk, kifejezetten emberjogi szempontból vizsgáljuk ezt a területet, de óhatatlanul is bele-bele folyunk ebbe a kérdésbe, és hogy jó, de akkor hogyan lehetne másképpen. Ami azt illeti, egyébként éppen most van nyomdában egy új kiadványunk, ami pont erről szól, amiben azt gyűjtöttük össze, hogy milyen pozitív kezdeményezések voltak már ezen a téren. És azt gondolom, hogy igazából itt nem kellene semmi újat feltalálni. Megvan, hogy mit lehet csinálni, vannak erre módszerek, csak össze lehetne gyűjteni, meg lehet találni, mik azok a közös nevezők ezekben a kezdeményezésekben, amik mindegyiknél működtek, tehát egy alapul lehetne venni. Ami igazából ezen a területen sajnálatos, és amit viszont, ami változtatni kellene, az a fajta lobby tevékenység és a kémiai anyagoknak az a fajta túlzott használata, ami annyira jellemző, és ami teljesen standardizálva van minden pszichiátrián. Lehetne változtatni, lehetne tudni, merre menjünk, igazából szándék, hajlandóság kellene. Még csak nem is pénzkérdés. Rátérve most már akkor az Önök alapítványának a mindennapjaira, ugye 25. évét ünnepli most az alapítvány. Miért tartották fontosnak megalapítani ezt a, milyen tapasztalatok indították útjára ezt az alapítványt? A szervezet működésének az elindulása valójában a 60-as évekig nyúlik vissza. Miután nemzetközi szervezet vagyunk, vagyis egy nemzetközi szervezet magyarországi csoportja, és a 60-as években az Egyesült Államokban, ahol ugye ez a szervezet annak idején útjára indult, akkoriban a pszichiátriai kezeltek a társadalomnak egy eléggé elfeledett rétegét alkották. Nem nagyon foglalkozott senki a jogaikkal. Gyakorlatilag az intézetek falai mögé eltemetve azt csináltak velük jóformán, amit akartak, és ez hívta életre aztán azt, hogy legyen egy olyan nemzetközi szervezet, amely kifejezetten ezzel a területtel foglalkozik, kifejezetten ezt tárja fel, ás bele és segít ezeknek az embereknek, és aztán a gyakorlati tapasztalat azt igazolta, hogy bizony nagy szükség van egy ilyen szervezetnek a nemzetközi működésére, mert nagyon-nagyon komoly problémák kerültek elő erről a területről. Először az Egyesült Államokban, aztán Európa más országaiban és a világ többi országában is. Manapság már ez egy komoly nemzetközi szervezetté nőtte ki magát, több mint 50 éve működik nemzetközileg, Magyarországon ugye már betöltöttük a 25. évünket, és hát az volt a tapasztalatunk, hogy Magyarországon éppen annyira szükség van erre a területre, az elmúlt 25 évben sok ezren kerestek meg minket azzal, hogy ők úgy érezték, hogy valamilyen sérelem történt velük a pszichiátrián, és nagyon-nagyon sok esetben tudtuk ezt úgy az igazságszolgáltatás elé vinni, hogy abból tényleg komoly felelősségre vonás keletkezett, vagy az történt, hogy valamilyen változtatás, reformot vezettek be valahol, és emiatt javult a helyzet egy területen. Néhány ilyen jogsértést tudnál mondani? Igen, nagyon hosszú a lista, és ilyenkor egy picit mindig el kell gondolkodnom, hol is kezdjem, mert rengeteg ilyen ügyünk volt, és nagyon sok olyan ügyön dolgoztunk, és ez talán az egyik leggyakoribb, amikor valakit úgy visznek be a pszichiátriára, hogy kényszerrel, kényszerítve, és aztán akarata ellenére ott tartják. Volt egy hölgy, aki a férjétől válófélben volt, és a férj nem akart válni. A hölgy az eset előtt 10 évvel egyszer volt egy magánéleti krízis miatt pszichiáternél, emiatt neki kontrollra kellett járnia bizonyos időnként egyszer. És a férje elment ehhez a pszichiáterhez, akihez a felesége néhány havonta eljárt egyszer, és elmondta neki, hogy a felesége mindenféle terhelő dolgot mondott, hogy ezt csinálja, azt csinálja a felesége, amire a pszichiáter kiállított egy olyan beutalót, ami tulajdonképpen egy bianco beutalót, amit odaadott a férjnek, hogyha nagyon súlyosra fordul az állapota, akkor vitesse be a feleségét. Ez ugye tudni kell, hogy Magyarországon az egyetlen feltétel arra, hogy valakit kényszerrel a pszichiátriára vigyenek, az, hogyha az illető közvetlenül és súlyosan ön vagy közveszélyes. Ez az egyetlen ok a törvény szerint. Más kérdés, hogy gyakorlatban ez hogyan működik. Sajnos van még javítani való ezen. Viszont a férj a beutalóval kihívta a mentőket, és bevitette a feleségét a pszichiáterre, úgyhogy
az ég világon semmilyen indok nem volt arra, hogy valójában bevigyék. De miután volt egy orvosi beutaló, ami meg volt írva, a mentősök nem vitáztak rajta, bevitték a hölgyet. Aztán 3 nap múlva őt kiengedték a pszichiátriáról végül, mert látszott, hogy teljesen nonsens az egész kérdés. De hát 3 napig bent volt akarat ellenére a pszichiátrián, emiatt végül is aztán elég komoly kártérítés sikerült kieszközölni az ő számára. De a mi nevünkhöz fűződik az első olyan eset is, amikor tényleges büntetőügyben sikerült elmarasztaltatni pszichiátriai dolgozót, és ez is viszonylag messzire nyúlik már vissza. A lényege az volt, hogy egy idős hölgyet kis híján halálra gyógyszereztek az egyik pszichiátrián. Annyira nem figyeltek oda rá, hogy hogyan folyik a gyógyszerezés, hogy úgy felhalmozódott ez a szer a vérében, hogy a többszörösen megengedettnek, tehát ténylegesen toxikus szintig. És a családja vette észre azt, hogy valami nem stimmel, megfogták a hölgyet, elvitték egy másik kórházba, ahol megállapították, hogy már súlyosan túl van mérgezve. Aztán ebből indult egy olyan büntetőügy, ami végül megint csak elmarasztalással végződött. És így tovább hosszan lehetne még sorolni akár a kártérítési ügyeket, akár a büntető, akár az orvosi kamaránál, egészségügyi szervezeteknél, vagy más hasonló szerveknél indított kivizsgálásokat, amik végül oda vezettek, hogy ténylegesen figyelem került erre a területre, és elkezdték a hatóságok is komolyan venni azt, hogy bizony van mit fölgöngyölíteni ezen a területen, vannak problémák, amivel foglalkozni kell, úgyhogy én erre igazából büszke vagyok, hogy az elmúlt 25 évben ezt egy elég jó szintre sikerült elvinnünk. És úgymond mikor lépnek önök a képbe? Tehát egy-egy ilyen kezelés során hogyan lehet önökkel felvenni a kapcsolatot, vagy mik azok a konkrét lépések, amiken önök végig kísérik a pácienst? Mi igyekszünk az elérhetőségeinket minél szélesebb körben ismertté tenni a lehető legkülönbözőbb fórumokon, a médián keresztül vagy egyéb eszközökkel, és ezen keresztül megtalálnak minket azok az emberek, akikkel valamilyen sérelem történt. Ők fölveszik velünk a kapcsolatot, mi megvizsgáljuk az ügyet, megnézzük, hogy egyáltalán tényleg hozzánk tartozó ügye, ha igen, akkor mi a történet, valóban törvénysértés történt-e, valóban jogszabályt sérte, ami történt az illetővel. Ha igen, akkor begyűjtjük hozzá meghatalmazással, engedélyezve természetesen az elérhető adatokat, az orvosi dokumentációt átnézzük, összevetjük a törvénnyel, stb. Tehát egy viszonylag alapos kutató munka kezdődik, aminek az a vége, hogy összeáll egy olyan dokumentáció, ami mutatja azt, hogy mi történt ebben az ügyben, és hogy hol van a jogszabálysértés vagy törvénysértés, mi az, ami alátámasztja. És aztán ezzel általában megkeressük azt a hatóságot, amelyik illetékes abban a típusú dologban, és kezdeményezünk egy kivizsgálást, és igyekszünk aztán segíteni azt, hogy ez megtörténjen. És hát persze a munkáknak nagyon fontos része az is, hogy nyilvánosságot adjunk annak, amit találunk, mert hát hiába folytatunk egy szélmalomharcot ezen a területen, hogyha ezek a hírek nem jutnak el azoknak a fülébe, akik döntéshozóak ezen a területen, tehát akik változtathatnak, ezért fontos, hogy nyilvánosságot adjunk mindennek. És egyébként maguk a páciensek mennyire vannak tisztában a saját jogaikkal? A tapasztalat szerint nem különösebben, bár készítettünk mi, amikor a jelenleg hatályos egészségügyi törvény megjelent, és ez még a 90-es évek második felében volt, mi akkor készítettünk egy olyan kiadványt, ami elérhető az interneten is, ami közérthetően mutatja be azt, hogy mik a jogai valakinek, aki a pszichiátrián van. Ennek ellenére hát nyilván miért is lenne az ember képben ezzel, sőt nagyon sokszor találkoztunk olyan ügyekkel, nagyon sokszor dolgoztunk olyan emberekkel, akik úgy kerültek be a pszichiátriára, hogy egy nappal előtte még álmában eszébe sem jutott volna az, hogy vele ilyesmi történhet. Elég volt hozzá egy rossz akaró, egy vállóper, vagy valami, hogy stikába el lehessen intézni, hogy bekerül a pszichiátriára. Tehát általában nem nagyon vannak tisztában vele, ezért is kell, hogy mi helyettük is gondolkodjunk, illetve hát önmagában azért az, hogy ha valaki benn van a pszichiátrián, azért ez egy nagyon kiszolgáltatott helyzetet jelent legtöbbször. És ilyenkor nagyon-nagyon sokat tud számítani az, hogyha egy civil szervezet egyáltalán odaáll valaki mellé, és azt mondja, hogy mi kiállunk az ő jogaiért, és akkor már mindjárt nem lehet annyira semmibe venni az egészet. Nagyon sokszor már az önmagában segít abban, hogy a helyzet rendeződjön, vagy az illetőt elengedjék, vagy legalább a jogsértéseknek vége legyen. Az alapítvány munkatársai egyébként hogyan tudnak egy mentálisan zavart személyiséggel együtt dolgozni? Nagyon jó kérdés, mert bizony tényleg nagyon változó az, hogy aki felkeres minket, milyen elmeállapotban van, hiszen pszichiátrián kezelt emberekről van szó. Bizony gyakran előfordul, hogy az illető, aki megkeres minket, hát nincs igazán jó mentális állapotban. Mi jogsegélyszolgálatot működtetünk, tehát ilyen alapon nem teszünk különbséget,
Ennek ellenére azért az feltétel, hogy valaki, aki minket megkeres, vele együtt lehessen dolgozni az ügyön, hiszen másképpen nem is tudnánk felgöngyölíteni. Tehát bizony sajnos van olyan, amikor az illető olyan rossz állapotban van, hogy nem nagyon lehet vele együtt működni. Ezzel együtt nagyon sokszor van olyan is, hogy nem az illető keres meg minket, hanem a hozzátartozója, például családtag, ami sokszor sokkal szerencsésebb, mert ugye megint ott van egy ember, vagy emberek, akik kívülről támogatják az illetőt, tehát ez egy nagyon jó támasz tud lenni. Összességében minket az érdekel, hogy történt-e tényleges jogsértés, történt-e olyan jogi probléma, amivel érdemes foglalkozni, és hogyha igen, és meg tudjuk találni az együttműködésnek a módját így vagy úgy, akkor mindenképpen igyekszünk eljárni ezekben az ügyekben. És ugye említett, hogy különböző kiadványokat is kiadnak az önök munkájának népszerűsítése érdekében. Ma miket hozott nekünk? Hoztam egyet abból a kiadványból, amit a 25. évfordulónkra készítettünk. Ez így néz ki, és nagyjából bemutatja azt, hogy mit értünk el az elmúlt 25 évben, milyen eredményeket végeztünk el Magyarországon. És hoztam egy DVD-t, amit viszont a Nemzetközi Központunk készített, ennek az a címe, hogy Halálos Profitszerzés, elég ijesztő címe van. Ez pedig gyakorlatilag azt mutatja be, hogy manapság bizony mennyire profitorientált az a tudatmódosító gyógyszereknek az a piaca, amivel a pszichiátriai kezelteket hát kezelik nap mint nap, és hogy bizony milyen óriási dollár milliárdok forognak ebben az üzletben, és hát ennek ás utána egy kicsit, és néz a mélyére, hogy hogyan is van ez, mi hajtja ezt a gépezetet, és hogy hát azt is bemutatja, hogy milyen károkat szenvednek azok az emberek, akik áldozatul esnek ennek a gépezetnek. És akkor, ha még egyszer elmondaná az elérhetőségeket, hogy aki ilyen helyzetbe kerül, vagy egy családtag, akinek van olyan ismerőse családtagja, aki ilyen helyzetben van, az hogyan tudja önökkel felvenni a kapcsolatot? A központi telefonszámunk az egy vonalas szám, egyes körzet, ugye Budapestről lévén szó, 342 63 55-ös, illetve lehet nekünk írni a e-mailt is, a panasz@cchr.hu címre, de legegyszerűbb talán az, ha valaki felmegy a weboldalunkra, amelynek címe www.emberijogok.hu, tehát ez egyszerűen megjegyezhető, és ott úgyis ott van minden elérhetőségünk, amin fel lehet velünk venni a kapcsolatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és mindezt megosztotta velünk. Én köszönöm még egyszer a meghívást. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!